Ursula Carven, Hámori Eszter, Marek Ernhardt, Berzsenyi Zoltán. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Katie Ford, Karácsonyi csoda New Yorkban. További magyar hangok. Berec Uwe, Pikali Gerda, Turi Bálint, Pál Tamás, Kertész Péter, Szabó Endre, Bergenti Áron. Írta Jörg Tenzing. Zenét szerezte Ingo Ludwig Frenzel. Mennünk kell! Igen, jövök már! Fényképezte Meinolf Schmidt. Kocsit a vasútállomásra. Segítene nekem kivinni a csomagokat? Persze. Köszönöm. Megjött a kocsi! John? Egészen biztos, hogy 24-én estére minden készen fog állni? Remek, köszönöm. Egy pillanat. Kérem, senkinek egy szót sem, meg akarom lepni. Köszönöm. Mit csinálsz? Csak elintéztem egy üzleti hívást. Figyelj, ha most rosszra fordul az időjárás, még itt ragadunk. Sajnálnám. Kész vagy? Már rég. Gyere, itt a kocsi. Tudom. Menjen az 5. sugárúton a 42. utcáig, mi majd a Vanderbilten kiszállunk. Az 5. sugárút le van zárva a karácsonyi felvonulás miatt. Ó, tényleg. Kiment a fejemből. Alicia, bízz a sofőrben. Olyan jól ismeri a várost, mint te. És tudod, hogy a házam holnap is ott vár a hegyekben. Teljesen kikészít ez a karácsonyi felhajtás. Téged nem? A hegyekben minden nyugodt. Miután az öreg Walter behozta a tűzifát, senkivel sem fogsz találkozni. Kivéve persze engem. Ígéred? Ígérem. Matt. Tessék, Mr. Summers. Elnézést, hogy ilyenkor zavarom, Alicia, de szükségünk van az ügyvédi szakértelmére. Will Hillinger. Itt vagyok. Letartóztattak. Mi? De miért? Azért, mert állítólag bemászott egy nő hálószobájába. Nem keveri össze valakivel? Sajnos nem. A 9. rendőrről se hozták. Dave, most indulok síelni. Elküldöm az egyik kollégámat. Alicia, nem szívesen emlékeztetem, de tudja, ki fogja ezt megszenvedni. Linus. Bizony. Linus. Jó. Mindjárt ott vagyok. Nem megyek veled. Mi? Nos, Linus miatt. Ő az a fiú, akinek a vagyonát kezelem, és Will a megbízhatatlan gyámja. Elnézést! Félreállna, kérem. A fiú tavaly nyáron veszítette el a szüleit. Muszáj oda mennem. Várj meg a pályaudvaron, jó? Sietek! Na, ez remek. Alicia, örülök, hogy megjött. Bár csak más miatt találkoznánk. Annak én is örülnék. A gyámügytől felhívott egy volt munkatársam. A
Willt elítéli a bíróság. Akkor többé nem lehet Linus gyámja, tudom. De mégis kihez tört be? Ahhoz a híres énekesnőhöz, Peggy Bloomhoz. Mi? Miért? Fogalmam sincs, nem beszél. Mit akarsz? Én nem hívtalak. Nem, de Dave-nek igaza volt. Ehhez az ügyhöz egy elsőrangú ügyvéd kell. Te tényleg bemásztál Peggy Bloom hálószoba ablakán? Igen, nem nyitott ajtót. Miért? Az csak rám tartozik. Ez nem igaz, Will. A betörés bűncselekmény. Nem gondoltál Linusra? Tényleg hol van? Hol lenne otthon? Egyedül. Alicia, fizest ki az óvadékot, és vigyél ki innen. Ez nem ilyen egyszerű. Előbb meg kell, hogy hallgasson a bíróság, és ahhoz többet kell tudnom. Én már mondtam, hogy ez csak rám tartozik. Tudod, hogy éppen síelni indultam? Menjél csak csúszkálni, hívok másik ügyvédet. Úgy is van annyi. Vagy úgy. Jól van. Ha ez kell... Alicia tényleg át akarja adni az ügyet másnak? Őszintén? Örömmel. És hogy akarja megmagyarázni a fiúnak, ha Will börtönbe kerül, és őt állami gondozásba veszik? Jó, maradok. De csak amíg kiszabják az óvadékot. Pompás. Linus biztosan aggódik, hogy hol marad Will. Nem maradhat egyedül. Én menjek? Ki más? Halló? Hogy? Ezt nem mondod komolyan. Reggel lesz az óvadék tárgyalás. Aztán megyek hozzád. Addig begyújtok a kandallóba, és holnap kimegyek eléd a vonathoz. Köszönöm. A Hudson folyó felé. Rendben. Ez Peggy Bloom dala, felhangosítaná? Az aktuális karácsonyi sláger. A csapból is ez folyik. Köszönöm. Viszlát és boldog karácsony. Viszlát. Linus. Linus! Szia! Linus! Alicia! Mit keresel itt? Ezt én is megkérdezhetném. Mit csinálsz azzal a fejszével? Csak tűzifát aprítok, ennyi. Will megengedte? Hát persze. Minden férfinak tudnia kell tüzet rakni. Ezt mondta.
Majd, ha nagyobb leszel, mint a fejsze. Will nem így gondolja. Ha hazajön, megkérdezheted. Arra még várni kell. Mi történt Will-lel? Gyere, menjünk be. Milyen szép rend van. Mindent egyszerre szoktunk elmosogatni. A suliban most volt felvilágosítás. Azt kérték, hogy a szülők is segítsenek. Linus, tudom, hogy csak az örökségedet kezelted. Történt valami Will-lel? Letartóztatták, mert betört valakihez. Mi? Ez tök menő! Nem, kicsit sem menő. Tudsz erről bármit? Nem. Beszélt neked valaha Peggy Bloomról? Ővi az a karácsonyi dal? Igen, róla. Nem. Akkor Willt most kihallgatják. Mikor jön haza? Ma sütünk mézes kalácsot, és a karácsonyi díszeket is ma akasztjuk ki. Holnapig várnod kell. Nem már. Itt maradok. Te? Én. Rossz ötlet? Nem. Sütni nem tudok, de együtt rendet rakhatunk, ha gondolod. Jó, nekem még házit kell írnom. Lássuk. Szia, kicsim! Nem vagy éhes? Jó késő van. De én már ettem. Kész a házid? Igen, megírtam. Jó, 10 perc múlva alvás. De Will megengedi. Ő megengedi, de most én vagyok itt, rendben. Rendben. Visszajövök. Alicia, ugye sikerülni fog. Ugye kihozod Willt a börtönből? Mindent megteszek. Ígéred? Ígérem. Nincs találat. Üljenek le! A következő Will Hillinger. Alicia Charles, a védője. Végre nem egy újabb tolvaj Mikulás. Őszintén remélem, hogy nem a kéményen keresztül ment be a hölgy házába. Én csak beszélni akartam vele. És ezért kellett bemennie a hálószobájába? Az iratok szerint ön a gyámja egy 10 éves kisfiúnak. Ennek mi köze van ehhez? Bíró úr! Mivel az ügyfelem a vádakat tagadja, kérvényezem, hogy a feljelentést utasítsa el, és óvadék ellenében helyezze őt szabadlábra.
Utasítsam el a feljelentést. Az ügyfelét a hölgy házában fogták el, a hálószobában. Bebizonyítom, hogy az ügyfelem szándékán kívül került oda. Jó, akkor tisztázni kell a tényállást, ezért újra találkozunk... December 24-én, 1 órakor. Nincs másik időpont. Már csak ez az egy szabad. Jól van, rendben. Szóval, december 24-én 13 órakor tartjuk a meghallgatást az ügyfele ügyében. Bíró úr, nem lehetne az ünnepek után? December 24, 13 óra. Az óvadék összegét 20 000 dollárban állapítom meg. Mivel a vádlott ellen büntető eljárás folyik, megtiltom Will Hillingernek, hogy továbbra is törvényes gyámként járhasson el, és nem tartózkodhat a gyámfia Linus Shawn közelében. Következő. Mi történt? Miért nem tiltakoztál? Mi ellen? Joga van hozzá. Mr. Hillinger, a papírok. Köszönöm, hogy kölcsönadhattam a pénzt az óvadékra. Köszönöm. Úgy sem mehetek haza Linushoz. Ez csak most jut eszedbe? Mégis hogy védjelek meg, hogyha nem vagy velem őszinte, Will? Hogy dolgozzam ki a védelmet? Hogy ejtessem a vádat? Ezt egyedül kell megoldanom. Na még mit nem? Viselkedj példásan, és hagyjál dolgozni. És nem mész Linus közelébe, világos? Jó, értem. Pont így gondoltam. Elég ennyi van, Ilia? Szerintem igen. Jó. Hé. Azt hittem, hogy idén nem tudunk együtt mézes sütit sütni. Miért ne tudnánk? Megígértem. Minden pontosan úgy történik, ahogy elterveztük. Burger karácsony tartunk? Hát persze, hogy azt lesz mindenféle. Sajtburger, hamburger, amit csak akarsz. Már nem vagy bajban. De még igen. Valahogy megoldom. Addig is szeretnélek megkérni, hogy Alisának ne beszélj arról, hogy én mit jártam. Rendben. Mondd el neki az igazságot. Nem értené meg. Füstöl a sütő. No. Jaj, a mézes kalács. Jó napot. Ön Peggy Bloom menedzsere? Nagyszerű. A nevem Alisa Charles, Will Hillinger ügyvédje vagyok, és szeretném felvenni a kapcsolatot Miss Bloommal a tegnapi eset miatt. Jó. Szívesen. 1 óra múlva ott vagyok az irodában. Jó. Köszönöm. Itt vannak a papírok? Igen. Köszi. Miss Charles. Igen. Erre tessék. Köszönöm. Foglaljon helyet. Szólok, hogy meg. Köszönöm. Nincs mit. Igen, pénteken jönnek. Persze, egy pillanat. Tessék. Köszönöm. Richard? Örülök, hogy látlak. Jól nézel ki. Mit keresel itt? Én? Miss Bloom ügyvédje vagyok. Őt képviselem. Remélem, nem probléma. Miért lenne az? Csak megcsaltál a legjobb barátnőmmel, és kitúrtál a közös ügyvédi praxisunkból. De nem azért vagyunk itt, hogy a múltunkat boncolgassuk. Szerencsére. De nem értem, mit szeretnél, az eset egyértelmű. Úgy véled? És ha azt mondom, hogy nem betörés volt, hanem Miss Bloom meghívta Willt? Képtelenség.
Ez a védelem stratégiája? És a régi barátok? Te is tudod, hogy Peggy és Will között szó sincs barátságról. Ó, Alisa, régen nem vállaltál ilyen ügyeket. Mit kértek azért, hogy visszavonjátok a feljelentést? Semmit. Nem vonjuk vissza. És a 100 000-et, amit Peggy a védencettől kapott, nem adja vissza. Jól látom, hogy te a sötétben tapogatózol. Mi értelme van a találkozónak? Egyetlen használható érvet sincsen. Igen, az jó lesz. Pénteken 3-kor. Rendben. Köszönöm. $100 000. Willnek soha nem volt ennyi pénze. Tudom. Önnél lakik. Azt hittem, többet tud róla. Sajnos nem. Különben is hol van? Fogalmam sincs. Rosszat sejtek. Pont ez kell nekem. Csak nem ön a Mikulás. De minden évben. Egy Quincy árvaházban. Megrágtam olyan régi jelmezemet, de nem hagyhatom cserben a gyerekeket. Olyan rövid ideig hisznek a csodákban. Mennyi? $40. Csomagolja be. Jó. Egy barátja sem ennyire gazdag. Ne. Egy gazdag embert mégis ismer. Linust. Rohannom kell. Jól érzi magát? Igen. Köszönöm. De forró. Na? Szépek lettek. Igen. Most nem tudom felvenni, a sípszó után hagyj üzenetet. Will, minél előbb hív vissza. Nekem most indulnom kell. Alisa idejön. Igen. Mi lesz a fényfüzérrel? Fel kell díszítenünk a házat. Hogy fog ide találni a Mikulás? Linus, hozd az utolsó fényfüzért. Rendben, viszem. Megvagy? Foglak. Jó van. Ez az. Ó. És most? Ha már úgyis a tetőn vagyunk, befejezhetjük a díszítést. Mhm. Alisát ismerve 5 perc alatt itt lesz. Igaz. Gyere. Jó. Kész vagyok. Igen? Igen. Én is. Nézzük, hogy világít. 3, 2, 1, és... Asztal! Hey, ez menő. Na, így egész biztos, hogy ide talál a Mikulás. Azt tuti.
szép az ég. Csak kár, hogy hideg van. Igen. Haragudni fog. Ne aggódj, elviszem a balhét. Köszönöm. Szép estét. Megőrültetek? Mit tettél, Will? A garázsban van a másik létra. Mi van, ha nem jövök ide? Will az ereszen akart lemászni. Szerencsére időben jöttél, még kitörte volna a nyakát. Ó, akkor túl korán érkeztem. Vicces. Fürödj le és bújj be a pizsamádba. Tudod egyáltalán, hogy... Megígértem, hogy feldíszítjük a házat és sütünk mézes kalácsot, de képzeld, a mézes kalács emberkéi... Ne terelj! Tudod, mit kockáztatsz, hogyha idejössz? Ha kicsit jobban ismernéd Linus, tudnád, hogy mennyire fontos ez neki, az első karácsony a szülei nélkül. Inkább ezt magyarázd meg nekem. Néhány napja valaki átutalt 100 000 dollárt Linus számlájáról. Tudok róla. Tényleg pénzt loptál Linus számlájáról? Igen. Sajnálom. És átutaltad a pénzt Peggy Bloomnak? Miért? Ne húzd föl magad, visszafizetem. Apránként. Mikorra fizeted vissza? Nincs kereseted. Csak egy kis időre van szükségem. Nincs időd, Will. Ha nem jelentem, az hűtlen kezelés. Hogy hozhattál mindenkit ilyen helyzetbe? Mondd el, hogy mi köze ehhez Peggy Bloomnak. Kész vagyok. Feljössz velem, Will? A fogadat is megmostad, biztos? Kísért fel, de utána tűnés. Miért nem mondjuk el neki az igazat? Mert az sem javítana a helyzeten, hidd el. De neked van igazad, Will. Attól tartok, hogy nem. Miért nem? Ez nekem magas. Elmagyarázom, ha nagyobb leszel. Miért csak akkor, ha nagyobb leszek? Nincs titkunk egymás előtt. Te mondtad. Mégis van. Sajnálom, tévedtem. Néha azért titkolózzunk, hogy a másiknak ne fájjon. De nekem fáj! Hogyan? Minden rendbe jön. A közelben leszek. Jó? Nagyon sajnálom, de pár napig még itt kell maradnom Linus-szal. Pár napig? Pontosan meddig? A 24-én megyek. Azt hiszem. Alicia, hiszed vagy tudod? John, nem tehetek semmit. Igen, én is tudom. Le kell tennem, később hívlak. Na? Féltékeny az új barátod? Semmi közöd hozzá. Igaz. Megyek Dave-hez, ha bármi történik, ott megtalálsz. Rendben. Vigyázz Linusra. Linus,
ajándékot csomagolok. Apa, hol van? A dolgozószobában. Neki is jönnie kell. Apa, most díszítjük a házat. Mindjárt megyek, csak elküldök egy utalást. Na, mit gondolsz? Idén ide talál hozzánk a Mikulás? Azt tuti. Apa, hol a karácsonyfa? Keressünk egy fát. Gyere! Jó. Na, ez tetszik? Tökéletes. Megfelel? Jó. Na, na! Akkor vigyük haza. Tartsd az ágát. Mit akarsz? Kémkedsz utánam? Nem. Csak jóét akarok kívánni. Muszáj volt Willt elküldened? Tudod, Linus, a törvény mindenkire ugyanúgy vonatkozik. Engem nem érdekel. Pocsék ünnepem lesz. Sajnálom. Bárcsak segíthetnék. Eleget segítettél. Fáradt vagyok. Jó ét. Szép álmokat. Peggy Bloom, karácsonyi koncert a Carnegie Hallban. Jó napot! Jó napot! Miss Bloom megjött, alá kéne írni egy papírt. Itt nem engedhetem be. Menje hátra a művészbejáróhoz. Köszönöm. Szívesen. Miss Bloom ügyvédje küldött, Richard Parker. Minél hamarabb szüksége lenne erre az iratra, aláírva. Carl, érkezett egy hölgy. Nem jó. Próbáljuk újra. Igen, nagyon fura ez az átkötés. Elnézést. Merre van Peggy Bloom öltözője? Megmutatom. Köszönöm szépen. Nincs mit. Szabad. Vendéged jött. Rendben. Köszönöm. Tegye csak oda a papírokat. Miss Bloom. Will Hillinger miatt jöttem. Tessék. Én Alicia Charles vagyok, az ügyvédje. Hívom a biztonsági őrt. Higgy el, hogy nekem is ugyanolyan kellemetlen ez a helyzet, mint önnek. De reméltem, hogy mint nő a nővel találunk egy megoldást, ami mindkét félnek elfogadható. Miért mennék ebbe bele? Willnek is mondtam már, hogy későn kezdett el pitizni nekem. A lényeg, hogy Willnek van egy gyámfia, egy kisfiú, aki rá van utalva. Carl! Ha nem mondja vissza a feljelentést, akkor a... Minden oké? Csak van egy hivatlan vendégünk. Carl! A hölgy indulni készül. Forduljon bizalommal az ügyvédemhez. Jól van, megyek. Kitalálok. Köszönöm. Alicia. Richard. Szükséges ez? A hátam mögött kerested fel az ügyfelemet?
ilyen mélyre süllyedtél. Richard! Elnézést. Szia! Szia! Hogy vagy? Drágám. És a kicsi? Nem megyünk be? Menjünk. A secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing this floor, you know, I used to live alone before. Ne olyan gyorsan! Karácsonyfát, karácsonyfát! Itt vannak a legszebb Massachusetts-i fenyők. Válasszon egyet, bármelyiket. Melyiket ajánlja? Tavaly milyen fája volt? Régen állítottam fát, de idén szeretnék. A gyereknek. Értem, lássuk csak. Nem tudom, mekkora helye van, de a gyerekeknek a méret számít. Van helyünk. Rendben. Mit szól ehhez? Egyenes a törzse, az ágai tömöttek. Nem találsz szebb fát? Rendben. Elviszem. Remek. Hol parkol? Segítek kivinni. I love the J-I-N-G and these bells. Oh, those holiday J-I-N-G and these bells. Oh, those happy J-I-N-G and E-E-L-L-S. I love those J-I-N-G and bells. Ekkora pacsak a Times Square-en férne el. Nagyon vicces. Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Igen, most menjen egyenesen. A kanyarig. Itt forduljon be. És állj, ez az. Novil, ez volt a legszebb fenyőfa. Igen. Ezt nem hiszem el. Komolyan? Ne izgasd fel magad, senki sem látott, csak kivágtunk egy fát az erdőben. Minden rendben van. Én is tudok fát szerezni. Szerinted az mi? Nem érted, ugye? De! Mindent értek. Már tudom, hogy karácsonykor a férfiak bemennek az erdőbe, és a két kezükkel vágnak ki egy fát. Hibáztam. Előre mész? Nem hibáztál. De Linusnak nagyon nehéz az első karácsony a szülei nélkül. Nem tudjuk pótolni. Szia! Segítsek levenni! De meg kell könnyítenünk neki ezt az időszakot. Biztonságra és társaságra van szüksége. Segíts ebben! Hé! Hey, mi legyen a fenyőfával? Vigyem magammal? Igen, magának adom. Vigye csak el! Nehogy már! Ez sokkal nagyobb, mint a másik fa. Mind a kettő kell.
Látod? Ennyi az egész. Jól van, megyek már. Linus! Mennem kell. Szia, nagyfiú. Szia. Szia. Tudom, hogy szörnyen gonosznak tűnök, mert folyton elküldöm Willt. De nagyon sok múlik ezen, Linus. Tudom, te is szívesebben lennél máshol. Mondd csak, nem lenne jobb kellemesen eltölteni az időt? De, hogyan? Holnap segítek megírni a házit. A házit? Neked az a kellemes? Miért is nem? Van olyan tárgy, ami nem megy. Igazából egy valamivel vannak gondok. Korcsolyázol? A suliban korcsolyáztok? Nem egészen, de van egy hoki csapatunk, és mostanában lesz a felvételi. És szeretnél bekerülni? Na, minden menő fiú hokizik. Van hoki korcsolya? Nincs. Hű, de régen volt már. Micsoda? Semmi. Az egyensúly a lényeg, nem igaz? Ha? Persze, az egyensúly a lényeg. A fenekeden is tudsz korcsolyázni. Csak megmutattam, hogy kell esni. Persze. Gyere. Jó. Mindig dőlj egy kicsit esőre. Bravo! Na gyere! Akarsz versenyezni? Hát persze. Gyere. Nem, már megint ez a buta dal. Menjünk innen. De mi történt? Elment a kedvem. Mi bajod van a dallal? Semmi. Mit tudsz Peggyről és Willről? Én nem tudok semmiről. Menjünk haza, még rengeteg a házi. Az énekes Patricia Baker. Patricia Baker. Dave, jól vagy? Segítek. Meg vagyok. Tényleg el kéne menned orvoshoz? Minden rendben, Dave. Elfáradtam. Négy szem közt kell beszélnünk, Will.
Jó, csak beviszem a szatyrokat. Peggyvel együtt voltatok, ugye? Miért kérdezed, ha úgy is tudod? Tőled akarom hallani. Mi lett az együttessel? Feloszlott, mert is szakítottatok. Erről nem beszélek. Márpedig muszáj lesz, mert belerángattad Linust. Valamit tud. Semmiben nem rángattam bele. Épp ellenkezőleg védeni szeretném őt. De mitől? Mitől akarod megvédeni? Mit csinál? Semmit. Akkor kezdjük előről. Azt állított tehát, hogy a bankszámla belépési kódját a házban találtad meg. Igen. Pontosan hol? Az íróasztal egyik fiókjában. Lehetetlen. Ugyanis Linus apjának minden üzleti iratát egy bank széfjében helyeztem biztonságba. Jó, lebuktam, feltörtem a számlát. Nem értesz a számítógépekhez. A francba. Ez miért csak most jut eszembe? Csak elküldök egy utalást. Te ördög fiúka. Hé, mit csinálsz azzal? Te utaltad el a 100 000 dollárt Peggy Blumnak, ugye? Honnan tudtad a bankszámla számát? A neten mindent megtalálni. Miért tetted? Köze van a karácsonyi dalhoz? Az Will dala. Ő írta régen. A Perfect Christmas-t? Ezt Will mondta neked? Nem szándékosan. A rádióban adták, ő meg borzasztóan begurult. Elkocsogta. Ez az én dalom, ezt mondta. Aztán? Kérdezni akartam, de addigra témát váltott. Amikor csak megszólalt az a dal, kikapcsolta a rádiót. Mintha menekült volna. Egyébként sem volt jó paszban. Mi történt vele? Nem hiszem, hogy érdekel. Dehogy nem érdekel. Örülök, hogy végre megtudok valamit. Tavaly nyáron, amikor elhajóztál, azt hitte, hogy visszajössz majd. Itt vagyok. Igen, New Yorkban. De nem velünk. Azt hiszem, beléd szeretett. Szerettem volna, ha jobban lesz. A pénzért visszakapta volna a dalt. Legalább egyszer legyen sikeres. Gyere ide. Alisa hívott ide? Igen. Mi történt? Én beszéltem vele. Már mindent tud. Miért nem mondtad el az igazságot?
Védeni akartam Linust. És reméltem, hogy Peggy visszafizeti neki a pénzt. Igazából nem rossz ember. Tudod, mit nem értek? Miért nem harcoltál a dal szerzői jogaiért? Az a dal 20 éves, már nem jelent semmit. Ez biztos nem igaz. A viselkedésed alapján sokat jelent neked. És Peggynek is, mert dühös. Ki vele? Mi történt veletek? Ez egy bonyolult történet. Mert? Mert terhes lett, én meg apa lettem, és én... hülyén viselkedtem. Van egy gyereked? És most hol van? Nem csodálom, hogy Peggy dühös rád. Azért pátyolgatod Linust, hogy jóvá tedd a hibádat. Eddig ez a legjobb. Pompás. Richard! Egy pillanat. Beszélnem kell veled. Jó. Remekül gurul az úton. Megveszem. Kérdezze meg, árulják és sportkerékkel. Néhány percig ráérek. Már értem, hogy miért van rossz véleménnyel az ügyfeled Willről. De a dalt közösen szerezték, és Peggy megsérti Will szerzői jogait. Mondom, hogy mit ajánlunk. Ez érdekes lesz. A dal jogaiért cserébe visszafizeti a $100,000, és visszavonja a feljelentést. Én jobbat ajánlok. A dal jogaiért Peggy szívesen lemond a több évnyi elmaradt gyerektartásról. Ugyanaz a gyerek 20 éves. Peggy már nem követelhet semmit. New Yorkban nem, csak Maine-ben, ahol a fiú született. Miért vagy ilyen csökönyös? Miért lógsz ezen a szánalmas Hillingeren? Szeretném, ha ő maradna Linus Sean gyámja, mert jó apja a fiúnak. Ő jó apa, aki a saját fiát így cserbe hagyta. Neki is, vaj, Richard. Megpróbált valaha kapcsolatba lépni vele? Ha megpróbálná, nem te lennél az első, aki Peggy nevében feljelenti őt? Az biztos, de ő meg sem próbálta. És apa akar lenni. Te talán olyan jó apa vagy? Attól, hogy vettél egy babakocsit? Nem te mondtad, hogy a gyerek és a munka együtt nem megy? Én? Nem emlékszem, hogy ez kettőnk között felmerült volna. Te soha nem akartál a jövőnkről beszélni, Alisa. Ez neked is megfelelt. Sokáig megfelelt, igen. De én sem leszek fiatalabb. Peggy a második esély. Második? inkább a 20. a viszonyaiddal együtt. Muszáj ilyen kicsinyesnek lennünk. Bocsánat, rohanok. Mindjárt kezdődik a terhes jóga. Kérem, küldj át Maine-állam törvénykönyvét, amilyen hamar csak tudja. Köszönöm, később hívom. Te meg mit csinálsz itt? Várom az igazit. Ez de jó. Szia. Szia. Nem nagy kényelmetlenség ez? A meghallgatás után egyből indultam volna. A házban magányos voltam. Különben is van egy tervem ma estére. Előkészület a síelésre. Igen? Mi az? Meglepetés. De tudod, hogy most én vigyázok Linusra. Ő is jöhet velünk? Biztos, hogy nincs egy babysitter, aki vigyázna rá. Babysitter? Annak nagyon nem örülne. De azért... van. Ó,
Alicia! Oh, nem korai beöltözni? Csak beveszem az ujját. Jöjjön be! Will sajnos most nincs itthon. Semmi gond. Úgyis önhöz jöttem. Mit tehetek önért, Alicia? Ráírne ma este, hogy vigyázzon Linusra. Közben jött egy program, és... A barátja? Igen. Azt is sem megoldható. Köszönöm. És Dave, Willnek ne szóljon erről. Nem tudhatja, hogy lepasszolja Linust a barátjáért. Pontosan. Csak feldühödne, és kimenne hozzá. Akkor szükségből hazudjak? Igen. Hogy Will ne keverje magát még nagyobb bajba. És ön se. A tökéletes ügyvéd. Mindig ügyel, hogy hagyjon magának egérutat, és jó benyomást tegyen az emberekre. A magánéletben is. És ez rossz? Nem. Inkább az a kérdés, hogy ezzel a módszerrel célba fog-e érni? Vagy az életét egyik változástól a másikig éli? Nem értem, mire gondol. Nem? Akkor felejtsük is el. Köszönöm. Kitalálok. Viszlát, Alicia. Dave, hazajöttem. Dave. Azonnal hívok egy mentőt. Mehetünk? Azt hittem, hogy Dave felhív, ha megérkezett. Nem akar zavarni téged. De jó ég, a mobilom, álljon meg! Megfognád? Persze. Jól vagy? Igen. Csak egy kicsit megszédültem. A pezsgő majd segít, ha? Várj, ne olyan gyorsan. Én szeretnék egy kicsit sétálni. A folyónál. Jó? Linus miatt aggódsz? Van valami köztetek, Willel? Nincs semmi. Csak az elmúlt napokban történt néhány dolog, amit szeretnék átgondolni. Zavarlak téged? Nem, egyáltalán nem. Szerintem vannak bizonyos döntések az életben, amiket nem szabad elsietni. A karácsony, főleg a 24. este számomra egyet jelent a feszültséggel. Ezt jó tudni. Kérlek, ne érts félre. Csak nem szeretném, hogyha valami olyat várnál tőlem, amire nem állok készen. Én azt hittem, hasonlóak az elvárásaink.
A nagy családhoz későn találkoztunk, de együtt jók vagyunk. Igen. Vagy te máshogy gondolod? Nem. Will? Mi van névvel? Szív probléma? Nem vagyok Linusnál. Jó, azonnal indulok. Mi történt? Dave kórházba került. Mennem kell Linushoz. Segíthetek? Nem. Elintézem. Linus! Ne strapáljátok tovább magatokat. Úgy sem lesz olyan, mint volt. Tudom, hogy szívesebben lennétek máshol. Nem állok az utatokba. Linus. Will? Linus eltűnt, nem veszi fel a mobilját. Alicia, ne aggódj, mindjárt oda megyek. Hová mehetett? Tudod mit? Felhívom a barátait, hát ha ők tudják. Köszönöm. Sajnos, Viktornál sincs. Ő volt az utolsó. Nem lehet igaz. Hol lehet Linus? Fogalmam sincs. De remélem nem odakint fagyoskodik. Menjünk a rendőrségre. Ha a gyámügy megtudja, hogy elszökött, akkor minden hiába volt. Így is hiába volt. Mégis milyen példát mutattunk neki? Ne hibáztasd magad. Dave jól mondta. Tényleg, mindent elrontok. Ha folyton kibúvót keresek, nem jutok sehova. Biztosan nem így értette. De igen. Menjünk a rendőrségre, mielőtt nagyobb baj lesz. Pocsék szülők vagyunk. Tudom már. Szülők. Megmutattuk, mit veszített a szüleivel. Velük akar lenni. Erre van. Menjünk. Linus! Mit művelsz te itt? Teljesen át vagy fagyva. Nem érdekel. Jól vagy, Linus? Semmi baj, fogom. A fiamhoz van köze? Azt hiszed, azért vagyok veled, hogy jóvá tegyem a hibámat? Nem így van. Állj fel! Nem. Szívesen neveltem volna Andyt. Sajnos nem tudtam megismerni. De téged igen. Erre büszke vagyok. Nem tudom pótolni az apádat. Soha. De olyan, mintha a fiam lennél. Komolyan.
Alisa? Tessék, palacsinta a főnöknek. Köszi. Nincs mit. Telefonálok az iskolába, hogy ma nem mész. De muszáj bemennem. Ma van a felvételi a hoki csapatba. Örülök, hogy megpróbálod. Mindent bele? Jó, nem hiába gyakoroltunk. Nem ám. Bepakolok. Örülök, hogy tegnap tudtad, mit kell mondanod neki. Te győzted meg, hogy be tud jutni a hoki csapatba. Egyikünknek el kéne kísérni ott a felvételire, elviszed? Inkább te. Én a tárgyalásra készülök. És visszajössz? Mm-mm. Te már ide tartozol. De ha Peggy nem vonja vissza a feljelentést, akkor semmiképp nem maradhatok Linus-szal. Visszavonja a feljelentést. Majd én elintézem. Rendben. Hogy intézed el? Az legyen az én titkom. Megint maga? Sajnálom, Miss Bloom. Tudom, hogy nem szereti, ha zavarják. Meg akarja tartani a pénzt? Jó, tartsa meg. A dal jogait is megtartaná. Megtartatja. De kérem, vonja vissza a feljelentést. Mégis miért? Tudom, hogy azt hiszi, Will nem változott. Sokáig én is ezt hittem. Szánjon rám egyetlen órát. És többet nem zavarom. Jó, kap egy órát. Elviszem magát. Jó az idő, ügyes voltál! Hajrá, Linus! Az a piros és akos fiú, Linus. Gyerünk! Ez az! Csak így tovább! Hajrá! Gratulálok, ügyes voltál! Igen! Jól van, ez a tiéd. Igen! De jó! Gyere! Ön a tökéletes karácsonyról énekel, Linus Will-el szeretne ünnepelni. A karácsony nem az ajándékoktól tökéletes, hanem a szeretteink miatt. Tudom. Andy barátai ünnepekkor az apjukkal lehettek, ő meg nem is ismerte Will-t. Nem ön akarta, hogy ne jelentkezzen? Mérgemben mondhattam. De ez nem akadály, ha látni akarja a gyerekét. Magának könnyebb, ha kizárólag Will-t hibáztatja mindenért. Andynek milyen érzés lehet? A szüleim is ezt csinálták. Elváltak. De utána is csak szitták a másikat. Azon versenyeztek, kinél ünnepeljek. Én voltam a díj. Ideges voltam, és nagyon magányos. Alig vártam, hogy véget érjenek az ünnepek. Nekünk a karácsony talán sosem lesz boldog. De Linusnak még lehet. Lejárt az egy óra. Megjöttünk. Gyere.
Minek az neked? Tudod, holnap Dave lenne a Mikulás az árvaházban, csak hogy kórházba került, és nem találtak másik Mikulást. Tartozom neki azzal, hogy helyettesítem. Mi lesz a burger karácsonnyal? Mi lenne? Elkísérsz az árvaházba, aztán itt megünnepeljük. Már ha a bíró megengedi. Különben ott is hagyhatsz. Lolainos, ne törd ilyen dolgokon azt az okos kis buksidat, hidd el, minden rendben lesz. Hm? Dave Summers állapota felől érdeklődnék. Beszélhetek vele? Sajnálom, most nem lehet. Az állapota rosszabbodott. Pontosan mi történt? Fel kellett küldenünk az intenzív osztályra, és kérem, ne hívogassa a kórházat fél óránként. Szóljon, ha bármi változás van. Természetesen. Minden rendben? Persze. Mi a haditervet holnapra? Ha Peggynek van szíve, és te őszinte voltál velem, akkor visszavonja a feljelentést. Remélem, ő is így gondolja. Na, lássuk az utolsó ügyet, aztán hadd menjek haza. A városba özöllik az egész családom, hogy tönkretegyék a nyugodt karácsonyomat. Ó, ráadásul ez az ügy. Miss Charles, talált bizonyítékot a védence ártatlanságára? Hallgatom. Köszönöm, bíró úr. Először is érdeklődnék, hogy a kollégám még mindig fenntartja-e az ismertetett követeléseit. Bíró úr! Igen, fenntartom és panaszt teszek, amiért az ügyvédnő érzelmileg zsarolni próbálta az ügyfelemet. Miért nem voltál képes békén hagyni Peg? Elég a susmorgásból! Ha jól értem, nincs változás, hm? Nem, bíró úr. Szeretném felhívni a figyelmét, hogy közös múltja van az ügyfelemnek és a felperesnek. Nem szeretné. Ülj vissza, Will. Nem ülök vissza, mert tudom, hogy mit tervezel. Bíró úr, ezennel lemondok arról, hogy Miss Charles védjen engem. Mit csinál? A saját ügyvédem leszek. Atyám egy amatőr, még ez is. Azonnal üljön vissza. Bíró úr, Miss Charles szeretné elnyújtani az eljárást. Régi trükk. Bíró úr, ez nem trükk. Kérem, hogy ne... Kezd elegem lenni a drámázásból. Linus. Linus, ülj vissza a helyedre. Nem, itt maradok. Rólam is szól az ügy. Ki vagy te, fiacskám? Linus Sean. A védője Linus Sean. De nem védheted magadat? Kiskorú vagy. Látja, bíró úr? Erről beszéltem az előbb. Csak összezavarják a bíróságot. Maga pedig azonnal üljön le. Csak még jobban összezavar. Maguk meg hárman viselkedjenek végre felnőttek módjára. Te nem, te menj vissza a helyedre. Különben a Szilveszter is itt ér minket. Szóval... Megyek, beszélek Andyvel. Bíró úr, szeretnék szünetet kérni. Hogy? Már megint? Igen. Még egyszer megpróbálunk a bíróság bevonása nélkül megegyezni. Rendben, kapnak 3/4 órát, de én délben elindulok haza. Ennek az átkötésnek nincs semmi értelme. Valami hiányzik innen. Tartsunk szünetet.
Jó füled van a zenéhez. És igazad is van. Szabad? Persze. Ehhez mit szólsz? Nem volt rossz, de mi lenne, ha az elejére tennénk egy csúsztatást? Szuper. Tetszik. Eljátsszuk együtt? Jó, rendben. Két. A dalnak volt még egy plusz versszaka, de... Nos? Semmi. Rájöttem, hogy nem kérhetem Andy segítségét. Ennyi év után. De nagyon jó volt látni őt. Most folytatódik. Menjünk. A tárgyalást újra megnyitom. Azon kívül, hogy ittam egy förtelmesen rossz kávét, történt bármi érdemleges? Bíró úr, sajnos az ügyfelem... Peggy! Megint zaklattak? Nem kellene itt lenned? Itt maradok, Diki. Ki a csuda maga? És mit keres a tárgyalásomon? Bíró úr, ő Miss Bloom. Az ügyfelem. Igen. Beszélhetnék vele, hogy tisztázhassuk a helyzetet? Nem, nem, uram. Ha a hölgynek közölni valója van, azt nekem mondj el. Miss Bloom? Miss Bloom, fenntartja a vádat, miszerint Mr. Hillinger betört az ön házába, és megfenyegette önt? Nem. Valóban betört, de nem fenyegetett meg. Csak visszakérte tőlem a $100,000. Á, és ön ezt megtagadta? A pénz nekem nem számít. Visszafizetem a fiúnak, ha az övé. De a dal jogait egyikünk sem birtokolhatja. A jogok Andyt illetik. Ő a fiunk. Kizárólag neki van joga erre a dalra. Bíró úr, cserébe a sok hibáért, amit elkövettünk. Igazad van. Minden jog legyen Andyé. Tudják mit? Szerintem is. Vegye jegyzőkönyvbe, mert mostantól hivatalos. Kérlek, nem most, Richard. Nem pereskedünk tovább. Ezt nagyon jól teszik. Úgyis elutasítottam volna a vádat. Vagy szeretnék inkább kiteregetni a családi szennyesüket a bíróság és az esküdtszék előtt? Ó, nem. Azt nem kívánnám egy kollégámnak sem. Akkor mára végeztünk. Akit még érdekel, boldog karácsony! De... Nem érdekel, Richard! Hihetetlen. Mégis sikerült. Együtt karácsonyozhatunk. Úgy látom, neked más dolgod van. Valaki izgatottan vár. Igen. Köszönjünk el Alisától. De én
Azt hittem, velünk ünnepel. Indulás, lemaradunk a burger karácsonyról. Boldog karácsonyt! Gyerünk! Minden rendben? Hát persze. A városban hatalmas a dugó. Délutánra hóvihart jósolnak. Mindenki egyszerre indult haza. Végül is ma lesz szenteste. Van útvonaljavaslatod? Nincs. Menjen, amerre tud. Úgy lesz. Sok szerencsét! Remélem, nem ragadnak itt. Már is ide ért a vihar. Hé, ember, ez New York. Itt minden gyorsan történik. Azért boldog karácsonyt. Magának is. Tájékoztatjuk kedves utasainkat, hogy a váratlan időjárási helyzet miatt késések várhatók. A következő dalt egy számomra fontos embernek ajánlom. A fiamnak. Azoknak a családoknak szól, akik nem tudnak együtt ünnepelni. Nekik küldjük ajándékba az új verszakot, amit 20 évvel ezelőtt írt Andy apja. Alicia! Menjünk, mert indul a vonatunk. Nem megyek. Mi? Tudom, hogy nehéz megérteni, de nem mehetek. Túl sok az elköteleződés? Vagy én? Nem, John, nem csak én nem. Karácsony van, és életemben először érzem azt, hogy tartozom valakihez, mintha Will és Linus lenne az újonnan talált családom. Velük kell karácsonyoznom. És én? Ki vagyok én? A szeretett férfi. Vagyis, ha veled vagyok mostantól, őket is el kell fogadnom. Baj? Dehogy baj. Idén lehet, hogy korai lenne a közös ünneplés. Igen. Lehet. A hegyekben szilveszterkor is lesz hó. Olyan sokáig várnál. Muszáj lesz, nem igaz? De. A 9. vágányról zónázó vonat indul Stanford állomásra. A vonat minden megálló helyen. Indulás. Lemaradsz az ajánlás. A vonalon késés várható. Boldog karácsonyt. A 9. vágányról zónázó vonat indul Stanford állomásra. Jutnom a Hudson völgybe. Ki menne a városból? Az ma lehetetlen. A karácsony miatt hatalmas a dugó. Akkor mit csináljak? Nem tehetek semmit, hölgyem. Magán már csak egy dolog segít. A csoda. Érti? Viszlát. Ezért köszönöm. Én? Na jó. Jöjjön csak. Pattanjon fel. And we'll pretend that he is
Köszönöm. Szívesen, Alisa. Honnan tudja a nevemet? Boldog karácsonyt a szeretteinek is. Boldog karácsonyt. Kész van? Nem teljesen. Nehogy fölnyársaljanak a levelek. Mindjárt meg lesz. Tudok segíteni? Alisa! Nélküled nem sikerült volna. Időben jöttem. Boldog karácsonyt. Boldog karácsonyt. Boldog karácsonyt. Let's go to Christmas land. Na hát, pont ilyen korcsolyára vágytam. Honnan tudtad, Alisa? Én? Megsukta nekem a Mikulás. Na, menjünk vacsorázni. Hurrá, hamburger vacsi! Első! Minden jót nektek. Magyar szöveg Friedrich Katalin. Hangmérnök Árvai Csaba. Gyártásvezető Boskó Andrea. Szinkron rendező Berzsenyi Márta. A szinkron a TV2 csoport megbízásából a Pannóniában készült 2018-ban. Produkciós vezető Kovács Anita.